Na, ez itt az új Leltár videó, 2013. november 9. este 10 óra. Most már kezdek tényleg fáradt lenni. Nézzük a Leltár mi változott, jó? Az a két eszköz, ugye a számítógép, az már készen van. Egy USB-s billentyűzetre vár, mert a PS2-es nem fogadja el. Ezen kívül teljesen kész van. Tehát ezt a részt itt ne nézzétek, jó? Mondjuk vegyétek úgy, hogy ez most itt nincs. Mert lenne egy USB-s billentyűzet, már rég elvitte volna egy rászoruló család. Na menjünk tovább, mi az, ami változott? Kaptam egy házat, nemrég jött, egy hős küldte, igen. Szóval nemrég jött a ház, csak az a baj, hogy ugye elől a kapcsolója az dead, az döglött. Tehát nincs mögötte a szerkezet, ami végül is kapcsol. De egyébként látni a csalást, mert nincsen benne még az USB-se, meg a hűtő mögött sincsen semmi, szóval ez tényleg egy üres ház. És tudod mit? Majd veszek bele egy kapcsolót 100 forint a bontóba, meg fogom oldani. Na, szóval itt van egy házunk, azt ugye nem nézzük. Van 1, 2, 3, 4, 5-ös darab Winchesterünk, 1 darab egerünk. Az alaplapok megfialtak, ez egy új alaplap. Videokártya, hálózati kártya, hangkártya, processzor, hűtő, kész. Videokártya, hangkártya, hálózati kártya, processzor, hűtő, kész. Ugye a hűtő az ott van lenne a sárga vödörbe, képzeljétek azt, hogy rajta van a hűtő, amúgy minden megvan. Hálózati kártya, videokártya, hangkártya, processzor, hűtő, kész. Hálózati kártya, videokártya, hangkártya, kész. Egyik sincsen házban. Mindenki ide ki van baszva egy régi hűtő tetejére, szóval ez így nem pálya. Memóriák SD-ből megint ugyanannyi, tehát ez nem változott. DDR memóriám azóta is ugyanez az egy szem 256-os, amivel nem fogok nyulat lőni, hogy őszinte legyek. Processzorok azóta itt fekszenek, mert nincs egy alaplap, amiben be lehetne tenni őket. Videokártyák, hangkártyák, nem, bocsánat, videokártyák és hálózati kártyák vannak itt, mert hangkártyát azt nagy szerencsémnek mondhatom, hogy minden alaplapban van. Nem kellett külön belelőni. A szükséges termékek következők. Nem kell DVD olvasó. Itt van. Nem tudom mennyire látni. Van. El vagyok látva. Vinyó se kell, mert van. Akkor mondanám tehát előről. 1, 2, 3, 4 darab ház, 4 darab monitor, 4 darab billentyű, 4 darab egér, 4 darab tápkábel duplán, tehát összesen 8 darab tápkábel. Ugye világos? Ami ebből megvan, van 3 darab táp, 2 szem tápkábel, ezt itt látjátok, ez 2 szem, ezt ugye nem számoljuk, mert ez már mondjuk ennek a része, tehát ez itt nincs. Úgyhogy ez a 2 van, összesen ez a 2 tápkábelem van, van 3 tápkészülékem, még egy táp kell, aztán ennyi, ugye világos. Úgyhogy akinek esetleg a hiányzó készülékei, illetve a hiányzó alkatrészei megvannak, ne érezze magát borotva habnak, szóval ne nagyon habozzon, küldje, és hát gyorsan összerakjuk, és akkor megy egyből tovább. Ja, meg kérdeztetek olyat is, hogy hol lehet utána járni, hogy kik kapták meg, kik a kedvezményezettek, akik ezeket a gépeket megkapják. No! Drága barátaim, illetve azok az emberek, most ezt csak azoknak mondom, akik már eleve küldtek alkatrészt, mind a 3 főnek, mert ennyi ember küldött alkatrészt, 3 fő. Szóval légy szíves, hívjátok fel az Ercsi Szociális Szolgálatot, az Ercsi Polgármestert, meg ilyeneket, jó? Mert mindenkivel spamba vagyok, és el van mondva mindenkinek, hogy ki, hova, mikor. Én nem jegyeztem meg, hogy melyik számítógép hova kerül, azt az egy dolgot tudom, hogy ez itt már az 50. gép, ami kész van, csak egy kurva USB-s billentyűzet hiányzik hozzá. És ez az 50. gép. Tehát ez itt már az 51-es. Ami mondjuk, tegyük föl, mondjuk a felső 51, 52, 53 és 54-es gép. Hogyha lenne ház, monitor, billentyű, stb. Ugye azt majd ti rajtatok múlik. Hogyha arra nem vagytok képesek, hogy küldjetek egy USB-s billentyűzetet, akkor elmegyek, azt veszek egyet 1000 forintért való használtalan, és már megy is el ez a gép. Jó? Akit érdekel, hogy hova kerülnek ezek a gépek, akkor Ercsi Szociális Szolgálat, felhív, megérdeklődés, mind a 49 telefonszámot kikér, jó? Ennyi. És légy szíves, srácok, ha van
alkatrészetek, amit nem használtok, például a régi CRT monitor, akkor nem kidobni a lomtalanításkor, mert fillért nem ér az egész, hanem elküldeni ide nekem, hogy az embereknek, a családoknak legalább egy minimális boldogsága legyen, jó? Ennyire nem lehettek irigyek. Küldjétek azt, ami nektek nem kell, hogy másnak boldogsága legyen belőle. Na mentem, minden jót.